Közel 30 millió forint értékben valósulnak meg játszótér fejlesztések, kis és nagyjátékok egyaránt részei a beruházásnak. Ebből az összegből az ütéscsillapító gumiburkolatok cseréjét és telepítését is elvégezteti az önkormányzat. Támok pályázat keretében egy 100 millió forintot nyertünk az óvodák szakmai munkájának a segítésére, az óvoda pedagógusok képzésére, illetve eszközfejlesztésre a tavalyi évben egy pályázaton. Ebből a pályázatból egy következő üteme indul el, hiszen eszközfejlesztésre is pályáztunk ezen pályázat keretében. Ezen eszközök közül a legjelentősebb az óvodai játszóudvaroknak a felújítása, új játékoknak a kihelyezése. A Kodály Zoltán óvoda vezetőjétől megtudtuk, hogy a gyerekek nagyon várják a projektet, de nem tudják konkrétan, hogy mi fog történni az udvaron. Számítanak rá, hogy lesz szép új játszóvár, de a meglepetés biztosan nem marad el. 145 kisgyerek jár ebbe az óvodába, és ha körülnézünk az udvaron, van még helye bőven játéknak, úgyhogy mi nyitott kapukkal várjuk a beruházás kezdetét az ütéscsillapítással együtt. A legnagyobb öröm, ha a kisgyermekek arcára csalunk mosolyt. A játékok átadása május közepén várható, így az ovisok még a nyári színidő előtt birtokba vehetik az új és biztonságos mászókákat és a hintákat.